Oké. 3, 2, 1, meg! Továbbra is Kis Tibor a legjobb bothúzó Magyarországon. Eddig minden versenyt megnyert, ahol elindult itthon. A bothúzás egyébként egy jakut nemzeti sport, ami egyre elterjedtebb a világban. A szabályok sem bonyolultak, el kell venni a másiktól a botot, úgy, hogy közben a kezünket nem támasztjuk meg. Gyorsaság kell hozzá, erő és szorítás. Ha ez a három megvan, akkor lehet valaki bajnok. Nekem nincs meg mind a három egyszerre. Tehát ha a szorításom rosszabb, akkor sokkal erősebb vagyok, ha jobb a szorításom, akkor kicsit gyengébb, de a gyorsaságommal is ezzel a dinamikával tudom szerintem legyőzni őket. Kis Tibor télen Jakutföldre is meghívták, így részt vett a világbajnokságon. Ott különféle súlycsoportok lesznek, így alig ha kell összeülnie egy nála 60 kilóval nehezebb sportolóval. Siófokon viszont megtette. Az ukrán Alexander Lashin elleni bemutatón a szomszédos ország legerősebb embere itt még nem szabályosan vette el tőle a botot, de másodjára már le tudta győzni a hozzá képest karcsú ellenfelét. A testsúly abba számít, hogy egy 185 kilós embert nyilván nehezebb átrántani bottal együtt, de viszont a kezéből ugyanúgy kijön egy 185 kilós embernek is a bot, de neki most nem jött ki. De nem éreztem lehetetlennek, és hogyha a mi szabályainkat nézzük, akkor az első menetet én is nyertem, mert be volt akadva a keze, és igazából hiába húztam, a botot együtt húztam vele. A második menetnél viszont már sokkal jobban számított rá, hogy meglepődött, és úgy húzott, mint a kamion húzott volna. A sportággal itthon is egyre többen foglalkoznak, így már a másodosztályban is avattak bajnokot. A legjobbak pedig nemzetközi versenyekre is utaznak. Juhász Csaba például az oroszországi Ujjanovba készül, Lenin szülővárosába kapott meghívást. Ezért is örült annak, hogy az ukránok ellen ő is kipróbálhatta magát, és ellesette azokat a trükköket, amivel alig hanem odakint is szembesülni fog. A kezdés előtt nem hagyja megfogni a botot, ő már még el se kezdtük és tekergeti ki az ember kezéből, hogy ne tudja az ember normálisan megfogni úgy, hogy ő szeretné. Ott nincsen fair play, mint nálunk. Ott élesben megy minden küzdelem, ott nincs barátság, úgymond, amikor leülünk. A sportág egyébként a birkózáshoz hasonlít a legjobban, így aki többet szeretne megtudni róla, az a mass wrestling kifejezésre keresse rá az interneten. Egy nagy tapsot Kis Tibor!